Gyülekeznek a résztvevők a bátaszéki rajtnál, akiket ezen a napon nem feltétlenül csak a sportolás miatt hozott össze a lehetőség, sokkal inkább a jótékonyság vezette őket arra, hogy benevezzenek a város által szervezett esőmanók futásba. Az esőmanók az autista családokat segítő civil szervezet, akik önmaguk támogatására évek óta szerveznek hasonló jótékonysági rendezvényeket. Ezúttal azonban, ha lehet így fogalmazni, csupán élvezői voltak a történéseknek. Hát ezek a jótékonysági rendezvények elmondhatatlanul sokat számítanak szerintem a mi életünkben, mert nyilván egyrészt az adományok nagyon jól jönnek, hiszen az egyesületnek nincsen más bevételi forrása, és mi ezekből az adományokból tudjuk megfinanszírozni a pályázati önrészeket, ezekből tudunk gazdálkodni akár szülőtréningekre, képzésekre, táboroztatásra, közösségi programra, fejlesztő eszközökre, úgyhogy ez az egyik része, de szerintem azért ennél sokkal-sokkal többet ad nekünk egy-egy ilyen jótékonysági rendezvény, mert azt látjuk, hogy megmozdulnak értünk. És azért az érintett családok életében ez hatalmas nagy lelki erőt ad, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem feledkeznek meg rólunk, és kimondottan felemelő, és most is különben libabőrös lett a kezem, hogy eljutottunk odáig, hogy már nem csak mi próbálunk rendezni és szervezni jótékonysági megmozdulásokat, ahol mi adunk egy programot, és cserébe köszönjük, hogyha kapunk támogatást, hanem eljutottunk odáig, hogy minket keresnek meg, hogy szerveznének értünk, és ez a jelen helyzetben is így történt. És hát lehet, hogy nem titkot mondok el azzal, hogy azért ilyenkor könnybe szökik a szemünk, mert nyilván, hogyha meg tudnánk oldani egyedül, akkor megoldanánk, de nem tudjuk megoldani a helyzetünket sajnos. Az indulók jelentős része olyan futó volt, aki bár nem profi, de rendszeresen űzi a sportágat. Számukra a Covid-járványban az is nehézséget jelentett, hogy a közös sportprogramokat nem lehetett megszervezni. Így hát külön felüdülés volt számukra ez az alkalom. Két útvonalat választottunk, aki a telepet szereti és a természetet, azok a szőlők között, illetve a gyümölcsös fák között fut, és aki futni akar inkább, és teljesítményre megy, illetve nem vállalja be ezt a terepet, azok pedig aszfalt úton futnak. Mind a kettőnek 12 km a távja, 6 km oda, 6 km vissza. A molyosfát senki nem ússza meg, tehát oda föl kell futni itt is, meg ott is. Hát ez nem verseny. A versenyt még most se szabad rendezni. Ez egy közösségi futás. Azért így nem is megyünk közel egymáshoz, hanem próbálunk távolságot tartani, mert szeretnénk, hogyha nem lenne ebből gondja senkinek, nem betegedne meg, illetve az előírásokat be kell tartani, és még jelenleg is az van, hogy szabadidős sportrendezvényt nem lehet rendezni, csak az eliteknek lehet, akik igazolt sportoknak lehet versenyszerűen sportolni, de úgy éreztük, hogy már kiéheztek az emberek, egy kis közösségre találkozzanak, együtt koszogjanak, beszélgessenek, kerékpározzanak, és erre jó alkalom lesz szerintem ez az esemény. Mert hogy, ahogy Szent Péter is említette, volt olyan, aki inkább a biciklizést választotta a futás helyett, hiszen a lényeg a részvétel volt. Szeretnék az autistáknak segíteni ezzel a pénzzel, amivel hozzájárulok. Meg hát a futás öröméért. Inkább hozzájár, egy közösségi futás, nem egy verseny. Mi se gondoljuk, hogy megtoljuk. Szépen lazán futunk egyet, azt már igazán jól lenni. Hát az ügyhöz. Azt hiszem, hogy mindenki örömmel jött, társaságban vagyunk, futhatunk egyet. Ez egy ilyen jó érzés. Ez a második, amit tavaly óta rendezünk. Tavaly is volt egy közösségi futásunk, és versenyek elmaradtak múlt évben. Ez egy kicsit pótolja. Meg jobb hangulat is van. Nem igazán verseny, inkább egy ilyen közösségi jó érzésű futás. Bozsalik Robert bátaszék polgármester is az indulók között volt. Ő volt az egyik kezdeményezője az eseménynek. Mindenki számára fontos, nem csak egy városnak, hogy egy olyan problémára hívjuk fel a figyelmet, ami többeket érinthet. És ugye az esőmanok által kezdeményezett és több éve tartó eseménysorozathoz mi is szerettünk volna csatlakozni. Én személy szerint is fontosnak tartom, hogy
az ő általuk felkarolt kérdéskör megoldása, vagy a segítése az minél szélesebb kör számára eljusson, és lehetőséget tudjuk nyújtani. A mai alkalom ez kettős célú, egyrészt segítünk az esőmanóknak, másrészt azt gondolom, hogy mindenki kicsit ki van éhezve egy közösségi élményre, egy közösségi sporteseményre. Egy önkormányzat a lehetőségeihez mérten minden civil szervezetet próbál támogatni, független attól, hogy mi a konkrét célja. Ez Bátaszékváros is hosszú évek óta megteszi. Igaz, nekünk elsősorban kultúrával, hagyománnyal, sporttal foglalkozó civil szervezeteink vannak, de azt gondolom, hogy minden olyan civil szervezet tevékenységét fel kell karolni, amely közösségi célt és közösségi célokat kíván támogatni. A nap végére közel 100 induló vágott neki a távnak a rajtól a Molyhos-Tölgyig és vissza. A profibaknak valóban átmozgató mozgás volt, aki pedig nem szokta az ilyen terhelést, büszkeség lehetett megküzdeni a távval és az emelkedőkkel.